A magyarországi erdészetek a megnövekedett tüzifa szükségletet is ki tudják elégíteni természetkárosítás nélkül, hangsúlyozta a Nemzetgazdasági Agrárkamara televíziónkhoz eljutatott közleményében. Hetek óta érzékelhető a tüzifa iránti kereslet erősödése, de Magyarország erdőiben óriási potenciál van. Az erdészetek pedig továbbra is szigorú szakmai és hatósági felügyelet mellett dolgoznak. Annak számít arra, hogy a fatüzelés egyre népszerű lesz a közeljövőben, de álláspontjuk szerint ez sem jelent gondot ősszel kamara rámutatott, a tűzifa szinte minden fakitermelés során keletkezik. Akár az ipari célú faanyag kitermelésénél is, ráadásul az elmúlt években gyenge volt a kereslet. Így az erdőkben felhalmozódott készletek hosszabb távon fedezhetik az igényeket. A NAK úgy véli, a tüzifa kínálat az eddigihez képest is javítható, hiszen a magánerdők egy része évek óta nem termel ki fát. Az agrárkamara ezek szakszerű kezelésében új lehetőségeket lát, de hangsúlyozza, hogy a természeti értékek védelme a legfontosabb fontosabb továbbra is.